A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Üdvözlöm Önöket! Megint újra együtt, és ez jó, hiszen beszélgetünk, ennek a műsornak az a célja, hogy hasznos napi információkat adjak át, újdonságokat a tudomány, az egészség, vagy éppen a kultúra területéről, és ahogy ezt többször hallották, hát beszéljük ezeket meg itt a hatos csatornán. A Te a Glóriával című műsorról sokkal több mindent megtudhatnak, ha megnézik a weboldalunkat www.teagloriával.hu, vagy éppen barangolnak egy kicsit a Facebook oldalunkon, a műsor címét kell a keresőbe beírni. Aztán, aki közvetlenebb kapcsolatra vágyik, annak kínáljuk a műsor állandó telefonszámát, amelyet reggel 9-től este 9-ig lehet hívni. Én fogom fölvenni, épp ezért sokszor többször is kell próbálkozni, mert hát nem ülök mindig a telefon mellett. A telefonszámunk 0620 9 340 330. Ha lemaradnának bármelyik adásunkról, akkor vannak ismétlések, amelyek segítenek abban, hogy bátran fogadjanak vendégeket, csináljanak mást, mert a Te a Glóriával még meg lehet nézni később is, így szerda 20 órakor a főműsor után, csütörtök hajnalban 3:30-kor van az első ismétlés, de ebéd után egy kis pihenőképpen csütörtökön 1:30-kor is megnézhetnek egyet az ismétlésekből. Aztán várjuk Önöket szombaton 18 órakor a képernyő elé, és reggel nyújtózkodás közben vasárnap 8 órakor indulunk, és velünk együtt lehet tejázni, vagy kávézni, ki mit szokott reggel inni. És akkor elmondom, hogy mi mindenre is számíthatnak ebben a mai adásban. Első blokkunkban azt mondjuk, hogy kik vannak, ugyanis december 4-én megválasztották az év borászát, s így Borbé Tamás borász lesz a vendégem. Sok minden érdekességet tudhatnak meg egy családi pincészetről. Következő blokkunkban a mitől lehetünk betegek, azt szoktuk vizsgálni, hogy vajon tényleg mitől vagy miért beteg az ember. Ebben a mai adásban Kis Zsolt energiagyógyász lesz a vendégem, és arról fogunk beszélgetni, hogy javít-e vagy ront a tudatállapotunk magán az egész szervezetünk egészségén. Én azt hiszem, hogy nagyon érdekes téma ez. Ezután életművek blokksorozatunk jön, amiben ma egy jazz énekes előadó művésznővel fogom Önöket megismertetni, sok minden érdekességről beszélünk, és természetesen ott lesz a muzsika, amit szívesen hallgatunk. Ezután új utak az egészségmegőrzésben. Dr. Simon László vízkutató egyetemi docens az, aki rendszeresen beszélget velünk a vízről, és ki gondolta volna, hogy mennyi mindent lehet róla tudni, de a legfontosabb, hogy tudjuk, melyik az egészséges víz. Záró blokkunkban Éliás Tiborral várjuk Önöket, méghozzá olyan műsorral, amikor az Önök kérdéseire válaszolunk. Persze, hogy lesz ebben artemizinről szó, a járvánnyal kapcsolatban, az emésztésünkkel kapcsolatban. Természetesen olyan kérdések, amik mindannyiunkat érintenek. Úgyhogy mai műsorunkhoz jó szórakozást kívánok! Hogy
kik vannak, csapjuk néha össze a kezünket, és ebben a sorozatban bizony nagyon sok különleges, érdekes személyiséget mutattunk be, például olyanokat, akik már letettek valamit az asztalra, büszkék lehetnek a saját teljesítményükre. Hát a mai napon egy különleges világba, a borászok világába látogatunk el, és nem véletlenül, hiszen december 4-én döntöttek arról, hogy ki lesz az év borásza, és bizony a borász szakmának ez a legrangosabb elismerése. Épp ezért nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Borbély Tamás borászt. Üdvözlöm, köszönöm a meghívást. Hát én nagyon köszönöm, hogy elfogadta, hiszen ilyenkor azért nem olyan könnyű időt szakítani, és hát nagyon kíváncsian várjuk, hiszen az 5 jelölt közül ön lett az első, amiért is szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Szerintem kezdjük ott, hogy jó bort szeretni, hát az nem kunszt. Na de borásznak lenni, és ilyen jó borásznak azért abban már van teljesítmény. Köszönöm. Hogy kezdődött? Hát valóban egy gyönyörű világa a mi világunk, a szőlőbor világa, a szőlőbor kultúra, amivel engem egész kicsiként megfertőztek, idézőjelbe a fertőzés, nyilván főleg ebbe a mai helyzetben. Gyakorlatilag beleszerettem nagyon fiatalon ebbe a szőlőbor világába. A szüleim az első ültetvényüket akkor telepítették azon a tavaszon, amikor én is születtem 81-ben, és gyakorlatilag így a birtokukkal én együtt növekedtem, cseperedtem, és a teljes gyerekkorunk, a mindennapjaink az a szőlő és a borkultúra körül forgott, és így nem volt kérdés, hogy mi is az, amivel én majd szeretnék foglalkozni. Ugye édesapám ő borászként végzett, édesanyám borászati laboratóriumban dolgozott annak idején a állami gazdaságban, és gyakorlatilag a rendszerváltozás után indult a családi márkaépítése, amiben a kis húgommal már nyilván mindig a megfelelő feladatokkal, de törekedtünk segíteni és támogatni a szülőket ezzel a márkaindítással. Akkor ez egy 6 hektáros birtok volt, ami már több mint 20 hektára nőtt már. Hát már ez is csodálatos, azért áruljuk el, hogy hol van ez a birtok. Baracsonyi borvidéken tevékenykedik, igen, a család. Baracsony-Tomajon található a birtokközpont, és gyakorlatilag a Baracsonyhegyen, a Csobánchegyen, Gulácshegyen, Tótihegyen és a Bácshegyen találhatóak az ültetvényeink. A birtokon elsősorban a borvidékre jellemző fehér fajtákkal dolgozunk, így a legfontosabb számunkra az olasz rizling, a kéknyelű, a rózsakő, mint új helyi fajta, illetve hát nem tisztán helyi fajta, de borvidék nevével összecseng már teljesen a szürkebarát és a muskotáj fajták nevei. Mi határozza meg önöknél tulajdonképpen az, hogy éppen melyik hegyre nézünk, olyan borfajtát fogunk kapni? Vagy önök döntötték el, hogy itt ezt, ott meg amazt? Nyilván ezek a mi saját tapasztalásaink is. Vannak olyan ültetvények nyilván, amik idősebb ültetvények, és úgymond megörökölt fajtával, és ahol láttuk, hogy ez jól működik, és jó állapotú ültetvény volt, ezeket az időszőlőket is nyilván felkaroltuk, de vannak olyan területek, amelyeket a terület adottságai miatt vásároltunk esetleg, és újra telepítettük olyan fajtára, ami tapasztalatunk, meglátásunk alapján ott a legjobb működést tudja adni, a legharmonikusabb bort lehet belőle készíteni. Hát gondolom nem lehetett egyszerű, hiszen meg kellett tanulni gazdálkodni, még ha ez is volt a szakmájuk, és egyáltalán ügyet vezetni, amiben valljuk be, hogy mi itt Magyarországon jó későn cseppentünk bele, hogy mindenki a maga üzemét úgy tudja vezetni, hogy az helyes legyen. Hát nyilván itt egy ilyen családi birtoknál, de ez nem csak a szőlőbor ágazatra igaz, hanem gyakorlatilag minden kisebb családi birtokra, főleg ahol termelés is folyik, ez igaz, hogy a termeléstől az értékesítésig, az egyéb gazdasági dolgokkal mindennel képbe kell lenni, még hogyha van is az embernek egy könyvelője, vagy egyéb kisegítő partnerek, de természetesen itt képbe kell lenni egy kis családi vállalkozásnál mindennel,
itt még nem tud beleférni a költségvetésbe, hogy minden egyes részterületnek külön ügyvivője legyen, de természetesen pont ez a szépség is egy ilyen kis családi birtokban, hogy a családból valaki minden részmunkában részt vesz. Édesapámmal mi irányítjuk a szakmai feladatokat elsősorban, mind a szőlőben, mind a pincében. Az édesanyám, a húgom, ők inkább az értékesítés kereskedelmi oldalt, illetve a vendéglátást, hiszen az is fontos a birtokon, hogyha nincsenek ilyen korlátozó intézkedések. Uh-huh. És hát a feleségem is a szakmai ügyintézésekbe, illetve amikor nem a kisfiunkkal foglalkozik, akit éppen nevelget, akkor mellette ő is akár rendezvényeken értékesítésbe besegít. Gondolom, hát picike a fiú, úgy tudom, 2 éves. Igen, alig 2 éves. De hát talán már ő is sétálgat a tőkék között. Nagyon nagy örömmel imádja a természetet, az állatokat, növényeket, nagyon természetbarát, mint ahogy az egész család. Úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül őt is elvarázsolni ezzel a gyönyörű szőlőbor kultúrával, világgal, és ő is majd a nyomdokainkba fog lépni, de hát azért ez még egy kicsit odébb van. Ez a tapasztalatnyerés, ez szinte folyamatos, ennek nincs vége, ugye? Ez így van. Ebben a szőlőbor ágazatban ez az egyik legcsodálatosabb, hogy ugye minden évjárat újat ad, mindig új kihívás, minden területen, minden fajtával más-más feladatok vannak, mindig meg kell találni azt a megfelelő harmóniát az ültetvénybe, az adott évjáratba, hogy minél komolyabb borokat tudjunk készíteni, és ennek megfelelően, amikor már azt gondoljuk, hogy az egyik fajtát az egyik területen megismertük, akkor jön egy következő évjárat, és kezdődik előről, és adja az új feladatokat, de pont ezt a kihívást szeretjük benne leginkább, és így tudunk hosszú távon értéket teremteni, azt gondolom. Kedves nézőink, gondolom, önök is kíváncsiak, hogy hogyan döntik el a szakmai grémium, hogy ki a legjobb borász? Mik a feltételek? Már a jelentkezésnél kezdjük. Ez nem jelentkezés, ez jelölés. Gyakorlatilag a Magyar Borakadémia kezében van ugye ez a díj odaítélése, és ők kérnek fel az ágazatból és az ágazathoz kötődő egyéb szervezetek, kereskedelem, értékesítés, média oldaláról gyakorlatilag különböző szervezeteket, személyeket, akik a jelöléseiket megtehetik. És ez az első körben ugye a jelölteket adja, ami ugye a szabályzat szerint 5 jelölt van minden évben, és a második körben pedig a Magyar Borakadémiának a 166 fős tagsága választja meg az 5 jelöltből gyakorlatilag az adott év bortermelőjét, ami hát nagy megtiszteltetés, hogy a 2020-as évben a Baracsonyi Borvidék és ezen belül pedig az én nevem fémjelezi ezt a díjat. De akkor erre nem lehet készülni, hanem éveken keresztül kell jónak lenni. Ez így van, ez nem csak az aktuális egy éven belüli eredmény, vagy egy bornak az eredménye, mint mondjuk egy borversenyen egy esetleges kitüntetés, hanem itt nyilván a munkásságot, az eddigi munkásságot díjazzák, ami az én esetemben, illetve hát általában a borászok esetében ugyan évbortermelői és egy borász neve kerül a cím mellé, de nyilván itt minden esetben egy nagy családról, egy csapatról van szó, hiszen egyedül nem tudunk ilyen komoly munkát elvégezni, tehát minden esetben tehát szükség itt a család van egy is család, és mellettünk is. A család mellett nyilván az a kis csapat, akikkel mi dolgozunk együtt. Ami érdekelne, hogy a borászatban vannak-e újdonságok, vagy hagyományra épül, mennyire lehet haladni a korral? Természetesen, hát minden ágazatban folyamatosan különböző innovációk vannak, új technológiák, új tapasztalások, akár a kémiai, mikrobiológiai háttérről, akár éppen technológiai oldalról. Ezeket nyilván mindig kell követni, figyelni, és ami úgy látunk, azokat törekszünk is beépíteni a mindennapi munkánkba. De én azt gondolom, hogy a múltat elfelejteni sosem szabad. Itt nyilván akár fajtákra, vagy az egyéb kollégáknak a tapasztalataira is lehet ezt érteni, de ugyanígy a technológiába is mi igenis
törekszünk arra, hogy a komoly helyi fajtákból a komoly nagy fehérborok azok igenis hordós érleléssel kell, hogy kikerüljenek a pincéből, tehát nyilván odafigyelve és megfelelő rendszerességgel felújítva, cserélve a hordókat, de mi törekszünk arra, hogy hordós érlelésű boraink is legyenek, mint egy olasz ízling válogatás, vagy egy kéknyelű, de természetesen a mai úgymond divatnak, piaci igénynek megfelelően a könnyű, reduktív, gyorsabb, frissebb stílusú borokat is ugyanúgy készítünk mi is, hiszen egy nyári melegbe, főleg ott a balatoni turizmusba ezek sokkal nagyobb örömet okoznak a vendégeknek. Frissítő, nem bódító. Viszont ez eszközöket jelent, hogy azok már nem hordóban készülnek, hanem különleges tartályokban? Nyilván egy saváló tartály a mai világban az elkerülhetetlen egy borászat életében. Én azt gondolom, már csak a hordós erjesztésű borok palackozás előtti készrekezelése, stabilizálása is a tartályokban történik természetesen, hiszen ott sokkal könnyebb ezeket a stabilizáló feladatokat elvégezni, derítések, szűrések, és utána tudnak ugye palackba kerülni, hogy megfelelő minőségben és állapotban kerülhessenek a fogyasztók poharaiba. És hogy tudják tárolni őket? Hiszen az is egy mennyiség, gondolom. Hát nyilván vannak borok, amik ugye tartályban vagy hordóban érlelődnek, de a hosszú érlelések azok általában már palacban történnek, tehát minden olyan terméket, olyan bort, ami olyan válogatás, hogy hosszabb időre még érlelni próbálunk, azokat maximum egy fél éves hordós érlelés után mi lepalackozunk, és palacban tudjuk érlelni. Nyilván ezek mindig feladatok, hiszen ehhez kell raktárkapacitás, ahol ezeket a palackokat megfelelő körülmények között tudjuk tárolni, érlelni, de ezek mind a hosszú távú értéket tudnak képviselni a boroknál. Hallottuk, hogy a családnak különböző szekciói vannak, például a vendéglátás. Bemutatná nekünk, hogy tulajdonképpen mi is van ebben a családi pincészetben, magán a borkészítésen kívül? Hát természetesen ugye egy a mi családi birtokunkon nem csak magáról a borok születéséről és értékesítéséről van szó, valamilyen partnereken keresztül, ez egy része, egy fontos lába nyilván a birtoknak, de nagyon fontos gyakorlatilag a Balaton régióban, a Baracsonyi borvidéken szinte minden borászat számára az otthoni direkt értékesítés is. Így nálunk is akár kóstolókra, borvacsorákra tudnak jelentkezni a vendégek, ahol szintén a családból valaki mindig jelen van és fogadja a vendégeket, illetve van a birtokközponton egy kis vendégházunk is, ahol akár szállást tudunk biztosítani a kedves vendégeknek. Nyilván egy ilyen komplex élményt próbálunk átadni, nem csak magát egy jó pohár bort az odalátogató vendégeknek, hanem ott a birtokközpont, ugye ez egy 3 hektár, tehát ahol be tudják járni a birtokot, körül tudnak nézni, hogy hol élünk, hol dolgozunk, illetve hát nyilván így a kóstolókon, a borokon kívül, nyilván a mindennapjainkról, a mi szemléletünkről kapnak mindig egy kis információt azok a tehát vendégek, akiket ez érdekel. Tehát egy kis előadás is egyben, hát igen, hogy milyenek a badacsonyi borok. Ha nem csak a lugasba egy pohár bort szeretne elfogyasztani, hanem szeretné, hogy egy kicsit így beszélgessünk, erre is van lehetőség, igen. Kedvezünk egy kicsit a házi asszonyoknak is. Milyen ételek mellé ajánlja például az olasz rizlinget? Az olasz ízling egy nagyon jó fajta, nem mindegy, hogy milyen stílusú olasz ízling van ott a hűtőben behűtve. A könnyedebb, frissebb olasz ízlingeket akár önmagában aperitívként is, vagy előételek mellé nagyon jó párosítás, esetleg ilyen egyszerűbb csirkés vagy halas ételhez, míg nagyon komoly területválogatásokat, hordós érlelésű, nagy testű olasz ízlingeket lehet kóstolni, mint nekünk ez a bácshegyi olasz ízling válogatásunk. Ezeket már mindenképpen egy komolyabb sertésétel mellé, akár hogyha olyan körítéssel készül, akár egy marhaételt is el tud kísérni egy komoly olasz rizling, illetve hát közeledve itt az ünnepekhez egyre több desszert kerül az asztalra, és komoly késői születelésű borkülönlegességeket lehet az olasz rizlingekből találni. Nekünk idén volt egy friss sikerünk, a 2017-es évjárat, a Vinagora Nemzetközi Borversenyen lett idén aranyérmes,
úgyhogy ezt is szeretettel tudjuk ajánlani a desszertek mellé. Hát nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, én azt hiszem, hogy egy kicsit tanultunk, és egy kicsit megismertük a 2020-as év borászát. Kedves Tamás, még egyszer nagyon örülünk, hogy köszönöm itt járt szépen. Nálunk. Mitől lehetünk betegek? Hányszor föltesszük ezt a kérdést, hogy most éppen miért vagyok beteg, és sokszor nem gondoljuk, hogy mi minden is lehet a háttérben. Épp ezért most egy ilyen különleges okról, a tudatállapotról lesz szó, és nagyon örülök, hogy Kiss Zsolt energiagyógyász elfogadta a meghívásunkat, hogy egy kicsit az ő szemével lássuk azt, hogy mi is a betegség. Köszönöm, hogy itt van. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Úgy mutattam be, hogy energiagyógyász, ami számunkra egy kicsit felfoghatatlan, tényleg az energiával dolgozik? Igen. Egy fényalapú fénygyógyászatot csinálok, és valójában ezt oktatom három lépésben. Ennek van az első része egy meditációs oktatás, a második része az a energiagyógyászatnak az átadása, a harmadik részében pedig a energiáknak a működtetésével, meg mindenféle védelmi rendszereknek a kialakításával foglalkozunk. Ezek gyakorlatilag nem szervesen külön állnak, hanem egymásra épülnek, de külön-külön is lehet őket működtetni. Hát ha ez most nem is egy egész tanfolyam, csak egy beszélgetés, de reméljük, hogy egy kicsit minket is tanít majd. Kezdjük azzal, hogy mi az, hogy tudatállapot? A tudatállapotunk nagy mértékben befolyásolja a jelen kisugárzásunkat, a jelen életben való működésünket, amit hozunk előző életeinkből. Előző élete, én úgy fogalmaztam meg, hogy előző életeink összességének a cselekvése jelenik meg ebben az életünkben, valamint jelenik meg családi generációs karmából, és ez a program valójában fut, ez meghatározza azokat a tudatállapotokat, ahol gyakorlatilag beintegrálódik egy karma, és akkor onnantól kezdve annak a lefolyása elindul. És ehhez egy bizonyos információ halmaz csatolódik hozzá, ami meghatározza majd az egyének a működését, a működési mechanizmusát, reakcióját, és az nem mindegy, hogy ezeket hogyan éljük meg, és hogyan lépjük meg. Ebben lehetnek konfliktusok, de lehet úgy is, hogy tudatos vagyok arra, hogy most mi fog történni, veszek egy mély nagy levegőt, és akkor onnantól kezdve a konfliktus már nem konfliktusként élem meg, hanem lecsendesítem magamban, átkonvertálom, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag nem összecsattanás lesz belőle, hanem meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ez nagyon érdekes. Számomra ez most azt jelenti, hogy akkor nincs két egyforma tudatállapotú ember, sőt, először ez lenne a kérdésem, hogy akkor mindenki más tudatállapottal van, mert mindenki mást hoz. Így van. A lélekruha az nem. A lélekruhában levő információk, de nem lehet azt mondani, hogy egy és ugyanaz, mert mindenki más-más megtapasztalásokon majd keresztül. Hogyha most ezt a helyszínt, vagy ezt a állapotot nézzük, akkor nagy valószínűséggel, hogyha megkérdeznek engem, hogy én ezt hogy élem meg, és téged, hogy te ezt hogy éled meg, akkor lesznek benne közös pontok, de lesznek benne más nézetek. Valójában mind a kettő igaz, de alapjában véve másképpen éljük meg. Ha már itt tartunk, és a nézők hallják, hogy tegeződünk, ez most nem az ismerettség miatt van, hanem... Alapjában véve a spiritualitásban, ezeken a tanfolyamokon, vagy kurzusokon, vagy meditációs dolgokon sokkal könnyebb a kommunikáció a tegező viszonyban, mint a magázó viszonyban. Tehát ugye? Közelebbi a kapcsolat, a mester és a... Közelebbi, meg jobban ki lehet fejezni saját magunkat. Uh-huh. Akkor az előbbi példából még az is igaz, hogy nem csak, hogy nincs két egyforma ember, de még az ember önmaga is, ahogy halad előre az életben, változnak a tudatállapotok, vagy a befolyásoló tényezők? Változnak, és ez gyakorlatilag ez lehet, ez romolhat is, meg javulhat is.
A javulást azt a tisztaságban látom, az, hogy a romboló tényezők, vagy a nevezzük negatív rezgéseknek, én ezeket így szoktam nevezni. Itt azért fontos megemlíteni, hogy azért negatív rezgések, vagy azért romboló tényezőek, mert ezek a félelem, haragdű, féltékenység, irítség, önzés, kapzsiság, stb. Ezek energiát, ha negatív rezgésekről beszél, mind a kettő ugyanaz. Ezek energiát visznek el, ezek frekvenciában vannak, nagyon alacsony rezgés hullámokban működnek, ezáltal gyakorlatilag az egyént a működésében lelassítja, vagy egy esetleg összetettségebben megállítja. A romboló tényező azért állja meg a helyét, mert vannak olyan romboló tényezők, például a dű meg a harag, ami például, hogyha csak saját magában nézem, és vannak olyan problémás emberek, akiket ugye energetizáló kezelésekkel javítgattam, hogy olyan mély a harag és a dű, hogy gyakorlatilag az idegrendszerét az teljesen lebénítja. Az ideg hüvelyeket gyakorlatilag meg tudja semmisíteni, ezáltal az idegrendszer közötti információáramlást megsemmisíti, és nagy mértékben bénulásokat tud eredményezni. Tehát borzasztó erős egyébként ezek a negatív rezgések, vagy a harag, vagy a dűnek a megnyilvánulása ebben az aspektusában. Csak ugye gyakorlatilag van a térben egy tiszta energia, ami ezt valamilyen szinten ezt azért kompenzálja, és nem engedi azt, hogy teljes maximális minőségében ezt megnyilvánítsa és kifejtse a hatását. Csillapítja, de hosszú időn keresztül azért ezeknek vannak nagyon komoly betegség tünetei. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy modern terápia az energiagyógyászat, és mégis úgy érzem, hogy ősidőktől fogva kell, hogy létezzen, hiszen a vallás ugyanezt mondja, tiltja a irítséget, a félelmet, a gonoszságot. Tehát valahol összefüggnek, hogy ezek az alapvető érzelmek bántanak minket. Bántanak minket, és azért bántanak minket, mert nem tanítanak meg minket ezzel tudatosan élni, tudatosan kezelni. Ha valaki tudatos arra, hogy gyakorlatilag ezek mit eredményeznek, és meg tudja ezeket a hatásmechanizmusokat állítani vagy szüntetni, akkor onnantól kezdve ez nem hat rá. Én azt szoktam mindig mondani, hogy nagy mértékben függ a helyzetünk attól, hogy mennyire hagyom, hogy elhatalmasodjanak felettem ezek a negatív rezgések. Például egy féltékenységnél bejön mellette az önzés is, vagy esetleg az irítség, vagy bármi kapcsolódhat ezzel kapcsolatban, de gyakorlatilag nincs két embernél, hogyha nézzük a féltékenységet, nincs két embernél ugyanazok a rezgés állapotok, mert maga más a kiindító rugója. Például, ha megnézzük ezt a mostani helyzetet, ugye, hogy kicsit úgy visszavonnak vonva az emberek mozgás lehetőségeikbe, akkor például itt nagyon sok mindenkiben felgyúl a harag, felgyúl a düh, felgyúl a mértéktelen türelmetlenség, de alapjában véve nem ez a mozgatórúgója. Az, hogy az ember tehetetlenné válik, nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Az, hogy begyúl benne a harag vagy a düh, az már meglett állapot, de valójában a tehetetlenség az, ami ezt az egészet mozgatja. Az az érdekes ebben az egészben, hogy ezek a negatív érzelmek, amik felgyűlnek, ha egyik oldalról nézem, azok a sikeres emberek, akik gonoszak, bosszúállók, dühösek, rendezkednek. Hogy hol van a tévedés, hogy mégiscsak a jó érzelmeket kéne kiszedni magunkból, hogy miért nem győz általában ez? Hát, e felé haladunk. Gyakorlatilag, hogyha ugye nagyon sokan foglalkoznak most, meg nagyon sok említés van mindenféle portálon, meg szájton azzal, hogy haladunk az aranykor felé. Hogyha ezt nézzük, akkor gyakorlatilag az, ami mögöttünk van, az a vaskorszak. És ugye ezeket a korszakokat alapjában véve mindig valami lezárás követte.
jött egy tűzözön, jött egy vízözön, jött valami, ami gyakorlatilag véget vetett ennek. Na most ebben nagyon érdekes, hogy ez úgy néz ki, hogy ez a vaskorszaki időszak, és ebből van egy felemelkedés. Na most ezt tapasztaljuk meg, hogy ezt az átmenetet saját bőrünkön keresztül megéljük, ezeket a lerombolásokat, ami a régi rendszernek az energetikája volt. De a magas rezgésben ez nem fér bele. Ezáltal gyakorlatilag, ahogy emelkedik a Földnek, az embereknek a rezgés frekvenciája, úgy rázza le ezt saját magáról. Tehát csak javulunk majd? Így, javulunk. Egyrészt az, hogy javulunk. Másrészt az, hogy alapjában véve azért nagyon fontos az, hogy ezekben a helyzetekben ugye nagyon sok mindenkinél feljönnek tünetek, fejfájás, feljönnek mindenféle, hogy túl mozgékony lesz, túl energetizált lesz, de ugyanakkor meg nem bír vele mit kezdeni. Ilyenkor azért jó, hogyha elmegyünk tanulni technikákat, aminek a segítségével ezeket kordában tudjuk tartani. Például én ezeknek a negatív rezgéseknek a úgymond specialistája vagyok, mert ugye mindig azt mondom, hogy maga a tudatállapot egy ilyen állapot, egy beszűkült cső. Ebben a csőben benne van minden. Benne van a sötét oldal is, meg benne van a fehér oldal is. De gyakorlatilag, ahogy én elkezdem lebontani magamban a sötét oldalt, és a hatásmechanizmusát elkezdem megszüntetni, akkor ez a csúly elkezd tágulni. És nem mindegy az, hogy ebben a térben lesz keresgélek, vagy ebben a beszűkült tudatállapotban keresgélek, ahol az összes zavaró tényező ott van. És ebben a tiszta állapotban, amikor elkezd kifelé nyílni az olló, akkor maga a lehetőségeimet is sokkal tisztábban látom már, mint egyébként egy szűk állapotban. Ezért fontos az, hogy mindenki foglalkozzon saját magával, az a befelé fordulással. Ugye ezt is nagyon sokszor el szokták mondani, ezt a befelé fordulást. Valójában a befelé fordulás az önismeretet eredményezi. Mennyire vagyok én hajlandó szembenézni saját magammal? Az, hogy ezek az én cselekedeteim, meg én tetteim. Ugye, mert ez fogja meghatározni az én saját karmámat. Ez baromira nem mindegy, hogy én ezt most hogyan lépem meg itt az elkövetkezendő időszakban, és hogy mivé válok. Hol van a határ a spirituális énem és a fizikai szervezetem között? Alapjában véve én úgy gondolom, hogy a fizikai szervezet meg a spirituális én az nagyon szoros összefüggésben van egymással. Ugye egyik a másik nélkül nem létezhetne. Ebben a fizikai világban, ha nem lenne ez a fizikai testünk, akkor nem tudnánk megnyilvánulni. Viszont a nem látható energetikai rendszerek attól függetlenül tény, hogy van, sőt maga a lélek jelenlétét azt már, ha jól tudom, a tudomány is kimutatta, hogy van, és azt is megmutatták, hogyha abban az állapotban ki tud valaki kerülni, akkor az egy olyan magas rezgést tartalm, egy olyan tudatállapot, ahol nem nagyon tud már ráthatni úgymond ilyen negatív rezgést tartalmak, mert játszási könnyedséggel lerázod magadról. Tehát meg tudod állítani. Nem mindegy az, hogy bejön, vagy az, hogy jön feléd, és látod azt, hogy mi kezd kialakulni benned, és abban a pillanatban megállítod. Mit csinál az energiagyógyász? Hogy tud rajtunk segíteni? Hát ez egy nagyon összetett dolog. Alapjában véve, ugye nekem kell dolgoznom a lélekruhában, az előző életekben, meg kell dolgoznom a jelen életben is, mert ezek mind szervesen összefüggnek, meg kell dolgoznom a családi karmában is, hogy gyakorlatilag azt nézni, hogy ezek hogy vetülnek össze. Mi hat az egyénre? Hogyan aktiválódott be? Milyen rezgéstartalmak vannak éppen abban a pillanatban ott, és azok milyen tüneteket produkálnak. Mindenkinél más és más tünet produkálódik, és ezáltal gyakorlatilag nem mindegy, hogy az energiagyógyászatban én hova nyúlok bele. Tehát itt azért... És mivel nyúlsz bele? Maga az energiával. Az, hogy én az energiát hova irányítom, hogy például milyen
milyen előző életbeli életeket hozzon be az ő feldolgozásához, ami szükséges számára, azért, hogy ő tovább tudjon lépni. Az olyan, mintha azt mondanák, hogy ja persze, mert belenyúlsz a karmán. Nem, vele fejlődtetem meg, én nem mentesítem tőle, ezt ő meg fogja élni. Csak nem úgy éli meg, hogy borzasztó nagy szenvedés tartalommal, hanem úgy fogja megélni, hogy ott lesz előtte, be fognak neki jönni képi vagy filmszerű események, hogy látod ez az, látod ezt csináltad, látod itt kéne másképp reagálnod a dolgokra. Nagyon zseniális és csodálatos dolog ez a fénygyógyászatnak ez az aspektusa. És attól jobban érzi majd magát az ember, hogy ezektől a karmáktól vagy megszabadul, vagy éppen megismeri? Jó, mindenképpen jobban érzi magát, mert nem hat rá. Amikor ráhat, akkor az nyom lefelé. Amikor meg már nincs ott, akkor gyakorlatilag egy felemelkedés van, egy jobb érzet. Tehát, hogy nincs bennem az a kiváltó ok, ami eddig okozta nekem itt ezekben az időtartamokban az én szenvedésemet. És ugye, amikor meg tudatos leszek rá, és tudom azt, hogy mi váltotta ki, és ez hogyan hatott az én életemre, és ennek milyen következményeit vannak, mert úgy reagáltam le, ahogy, akkor az a tanulási folyamatom, mert akkor ezt át fogom látni azt, hogy ezt most már nem így kell csinálnom. És következőleg nem követem el ezt a hibát, ezek a mókuskerék effektusok. Ugye ezeket szoktuk mondani, hogy mókuskerék mindig ugyanaz van, mindig ugyanaz van. Ez a baj, hogy ott követik el a hibát, hogy ezzel azonosítják magukat, hogy nekem ez a sorsom. Nem. A sorsod az, hogy ez megtörtént. Az, hogy ez periódikusan, ciklikusságban megtörténik, az meg már a te hibád, hogy ezt nem veszed észre. Mert az élet erre akar tanítani téged. Nagyon érdekes. Kedves nézőink, Kis Zsolt azt ígérte, hogy mutat nekünk egy gyakorlatot. Igen. Ez a 11 fújásos technika. Ez egy nagyon egyszerű technika, azért is beszéltem ezt meg veled a műsor elején, hogy ezt nagyon egyszerűen át tudom adni. Alapjában véve két részből áll, egy vizualizációból és egy gyakorlati technikából. Nagyon egyszerű. Annyit kell csinálni, hogy leülünk, és akkor becsukjuk a szemünket, és saját magunkat képi formátumban vizualizáljuk saját magunk elé. Aztán, amikor ez megvan, ez a vizualizáció, akkor utána mély levegőt veszünk, úgyhogy az orrunkon beszívjuk a levegőt, egy kicsit bent tartjuk, és akkor utána pedig kifújjuk. És amikor kifújjuk, a kifújás pillanatában, itt a meditációs gyakorlatok alkalmával két dolgot lehet csinálni, de itt most azt csináljuk, hogy fényformátumban fújjuk magunkra a levegőt, és ezzel a fénnyel aranyozzuk be saját magunkat. Ez egy tisztító fény valójában, ami gyakorlatilag tisztítja az egész energetikai rendszerünket és magunkat is. Csökkenti a szenvedésünket, csökkenti a ránk zúduló negatív rezgéseket. Valójában a levegővétel még ezeket, amik benne vannak, ha ezt se csináljuk a napi körforgásunkba, akkor maga a levegővétel az lehoz a stresszről, a pánikról, a félelemről, az aggodalomról, vagy most, ami be van aktiválva egy nagy csomó emberbe, a rettegés, mert szinte már látom, hogy rettegnek az emberek. És hogyha ez egy kis gyakorlat ahhoz, hogy egy kicsit tudjanak javítani a jelenlegi helyzetükön. És akkor most ezt kipróbálhatjuk? Ki, és meg is csinálhatod, hogyha gondolod. Na, mutasd, megpróbáljuk. Jó, hát csukd be a szemedet. Vizualizáld saját magadat, tehát egy képet vetíts ki magad elé, és amikor megvan, akkor vegyél egy nagy levegőt, úgyhogy az orrodon beszívod a levegőt, kicsit tartsd bent, és amikor kifújod, akkor képzeld azt, hogy egy fényt fújsz saját magadra. És ezt 11-szer ismételd meg. De jó. Tényleg el lehet képzelni. Ugye? Meg fogom csinálni 11-szer, remélem önök is, tehát még egyszer, még egy próbát, egy ilyen egy darabosat, tehát becsukom a szemem, mondjad? Becsukod a szemed, vizualizálod a képi formátumban saját magadat, magad elé, valahova kivetíted a térbe, és akkor utána pedig levegővétel, ahogy az orrodon beszívod a levegőt, egy kicsit bent tartod, és a szádon kifújod. És amikor kifújod, akkor fényformájában képzeled el ezt a kifújást.
nagyon érdekes. Igaz, hogy mennyire megnyugtat? Nagyon. És hogy látom magam. Látom, ahogy a kis aranyfény, csillám vagy por, vagy nem tudom én, mi úgy rám ül. Igen. Egy nagyon fontos, hogy azt látom, hogy azt elkövetik azt a hibát, hogy amikor spirituális gyakorlatokat csinálnak, akkor rögtön várják az eredményt. Ezeknek is van rögtön eredményük, csak ezek nem mindig úgy jelennek meg, hogy akkor materializálódnak. Ne felejtsük el, hogy azért a tudatállapotunkra is dolgozunk, és ilyenkor nagy mértékben nem szoktuk azt figyelni, azt, hogy ja tényleg, tegnap nem is így reagáltam ezt le. Most meg sokkal, sokkal másképpen viselkedek. Tehát ezek azért nagyon fontos dolgok. Itt jön az önismeret, az önfigyelés, hogy nézem azt, hogy én azért bizonyos helyzetekben hogyan cselekedek. És hogyha valamire felkapom a vizet, akkor néha üljek le, azt gondolom át, hogy meg is érte azt nekem felkapni, mert lehet, hogy egy beszélgetéssel ezt sokkal könnyebben át lehet vinni, mert nem mindig gondolunk ugyanarra, mint a másik, és ebből a nézeteltérésekből nagyon sok konfliktus született már. Utolsó kérdésem, hogy ugye most rá vagyunk szorulva a netre, mert hol találkozhatunk emberekkel, téged is el lehet így érni? El lehet érni. Igen, természetesen van egy weboldalam, ott gyakorlatilag ott fel vannak tüntetve a tanfolyamok is. Nyilván most ebben az időszakban nem nagyon csinálok, de meditációs esteket is tartok, és amint majd megnyílik ez a tér is, akkor utána visszatérünk ehhez. Egyéni kezeléseket meg azt szoktam tartani. Úgyhogy arra lehet jelentkezni. Hát nagyon örülünk, mert bizony sokszor rá vagyunk szorulva, hogy valaki segítsen a lelkünket helyre tenni, egyedül ez nem mindig megy olyan könnyen. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál, és reméljük, hogy jössz még máskor is. Jövök. Köszönöm. Életművek sorozatunkban most a zene világába repülünk, és egy nagyon különleges hangszínű, számomra nagyon kedves énekesnőt szeretnék önöknek bemutatni. Főleg jazzt énekel, előadó művész, és bizony élete pályája során már nagyon sok mindent csinált. Címünkben nem véletlenül van benne a lendület, hiszen tele van energiával, de még dalt is énekelt ezzel a címmel. Tehát nagy-nagy szeretettel köszöntöm Huszák Zsókát itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit. Hát Zsóka, énekelni majdnem mindenki tud, ha máshol nem a fürdőszobában. Nálad hogy kezdődött ez, hogy szeretsz énekelni? Tulajdonképpen az édesanyámnak, az édesapja volt prímás, ő hivatása volt, de egyébként a családban nem volt. Egyedül én viszem ezt a vonalat, az éneklést. De egyébként sok művész van a családban, aki foglalkozik művészettel, másmilyen ágon, de foglalkoznak. Mondtad, hogy már kislánykorodban hallottad a rádiót és énekeltél. Aztán ilyen iskolába is kerültél, vagy szerették volna, hogy legyen tisztességes szakmád? Hát természetesen a középiskolában, mint a karének, szerintem akinek van hangja mindenki. Aztán középiskolába kerültem, ott is már énekeltem. Sőt, hogy ne énekeltem volna, énekeltem a Nagy Ifjúsági Parkban Bajtalával, Hungáriával, szerintem idősebbek biztos tudják, ki az a Bajtala. A Hungáriát nem kell bemutatni, a Nagy Ifjúsági Parkot sem. És énekeltem a középiskolába a balag szalagabató bálokon, és aztán, mikor elvégeztem, akkor jött az OSK kategória, Ori, és aztán a jazz konzi. Úgyhogy aztán így. Neked miért pont a jazz lett? A hangot határozta meg, vagy belülről is szereted a jazz? Hát azt hiszem, hogy belülről is szeretem. Egy valaki mondta, egy nagyon kedves kollégám, ezt nem olyan régen mondta, és szerintem nagyon jól meghatározta, hogy Zsóka, neked a hangodban van a jazz. Uh-huh. És ezt annyira jól megfogalmazta, hogy sokszor meg is fogadom a énekléskor is a tanácsát, és jártam az OSK-ba, és ott mondta az egyik hangképző tanárnő, hogy jelent Kósa Zsuzsa, megemlítem, nem olyan régen halt meg, és ő mondta, hogy menj a jazz konziba, jelentkezz, mert hát nagyon
jó hangod van a jazzre. Így kerültem a Jazz Konziba, hova természetesen azonnal felvettek. Valami másra vágyom én ma, ami oly másképp bíztató. Megint a réges régi téma, mindig az új, az izgató. Miköt ma minket össze még, csupán a megszokás. Hiába hív és jössz te még, kell egy kis változás. Benned már semmit nem találok, hát te se kapaszkodj belé. Amikor elfogynak az álmok, állj meg a vár az út felén. Szerelmünk elszállt réges rég, akár a hűtlen nyár. Hidd el, hogy jobb a békesség, elmegyek tőled már. Oh! Mindig az új, az izgató. Mi elmúlt köztünk végleg, ez hetek óta érzem én. Ma már csak halvány tüzek égnek a régi izzó vágy helyén. Megéld a sorst, a számon ezt, ettől még nem lesz más. Mikor az ember fázni kezd, kell egy kis változás. Nem érzed azt, hogy az emberek hamarabb dúdolnak egy énekessel együtt egy táncdalt, mint hogyha egy jazz koncertre megy el? Hát abszolút. A jazz azért az egy réteg muzsika, de egyre inkább terjed, úgy gondolom, mert a jazzzenések is egyre inkább játszanak, felveszik a repertoárba a népdalokat, az olyan régi slágereket. Feldolgozásokat, és én is. Tehát csodálatos muzsikák voltak régen, úgyhogy a régi filmekből rengeteget lehet megtanulni, vagy ha sokat hallgatjuk, nagyon-nagyon jó zenék szóltak régebben, és ezeket a jazzzenészek feldolgozzák. Igen, igazad van egyébként, a táncdalok, az egyszerűbb zenék fülbemászóbbak. Ezeket dolgozzuk mi fel? A jazzben van-e olyan, hogy női dal, férfi dal? Nincs. Én énekelek férfi dalokat is, a nők énekelnek, és szerintem nincs. Az érzés számít, hogy mit interpretál az a művész, milyen érzéseket visz abba a dalba, és a férfi nő ugyanúgy szerelmes, ugyanúgy bánatos, ugyanúgy az életnek a nagy rejtelmeit énekeli ki magából, úgyhogy szerintem nincs jelentősége, férfi vagy nő. És te hogy válogatsz? Persze szövege azért válogatja, mert nyilván azért vannak behatárolt szövegek, amit nem énekelünk. Azt legfeljebb átköltjük valamilyen féleképpen.
az idő. Ami elmúlt, az onnan tör elő. Őrzöd, míg megdobban, lángja is fellobban. Örökre már csak a szívünkben nem száll az idő. Ami elmúlt, az onnan tör elő. Lehet ez véletlen, de mindig éreztem én, érzem én. Ami elmúlt, az már nem jön vissza, és a szíved fáj. Álmodban él, és rád talál, és már csak a szívünkben nem száll az idő. Ami szép volt, az onnan tör elő. Őrzöd, míg megdobban, lángja is fellobban. Örökre már csak a szívünkben nem száll az idő. Ami szép volt, az onnan tör elő. Lángja is fellobban, amíg megdobban az álmok után. Ami elmúlt, az már nem jön vissza, és a szíved fáj. Álmodban él, és rá És te hogy válogatsz, amikor... Na, ezt most nagyon elénekelném. Igen, ez nagyon nehéz, mert vannak olyan dalok, amiket nagyon szeretek, és elkezdem énekelni, és valahogy nem tudom elénekelni, és akkor azt mondom, hogy ez nem kell, ez pedig nagyon szeretem, de ezt nem tudom. Aztán van, amelyiket nagyon szeretem, én nagyon swinges vagyok, és a lüktető zenét szeretem, még a lassúbb zenében is keresem azt a fajta ritmusvilágot és lüktetést, amit én nézek. Nem tudom meghatározni, hogy melyik az, amit. Egyszerűen ezt, amelyiket megszeretem. Egyébként ez tényleg így van a művészetben, hogy van, amit szeretünk, de mégse a miénk, hogy mi adjuk át a Igen. közönségnek. És Igen. aztán... Vagy sikerül, vagy nem. Egyébként például egy példát szeretnék mondani, hogy Pleszkán Fricit szeretném megemlíteni, aki hát nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt tragikus körülmények között halt meg. Zseniális jazzzongorista volt, és ő küldött nekem egy lemezt, hogy esetleg csinálhatnánk később egyet. És azon volt az Akácos út című feldolgozás, ő feldolgozta az Akácos utat, és... Én ráénekeltem egy magam fajta változatban, és egy nagyon megosztó dal lett. Például van, akinek nagyon tetszik, 50-50%, van, akinek nem. És azt mondom, hogy elismerem, van, akinek a fülébe az Akácos út van, a magyar nóta, és nem szívesen hallgatja a feldolgozást. Viszont én azt mondom, hogy egy ilyen énekelem, csodálatosan zongorázik Pleszkán Frici, aki szereti a jazzt, az beleképzeli, hogy azért változtattam, mert az én világomra formáltam ezt a dalt. De attól még az az Akácos út, csak más feldolgozásban. Lehet-e a jazzben mindig
ugyanazt énekelni, vagy azért az mindig egy kicsit? Mindig más, mindig más. Tehát improvizálsz benne? Igen, igen. Igen, mindig más. Nem is tudok elénekelni úgy egy dalt, vagy legalábbis nagyon, nagyon ritkán, hogy az mindig ugyanúgy szóljon. Nagyon nehéz. Az ugye a jazz az improvizáción alapszik, és a szabadság. Én ezt betartom elég sűrűn, úgyhogy szeretem mindig másképp elénekelni a dalokat. És mennyivel nehezebb így énekelni? Nem lehet azt megoldani, mint sok, mondjuk, hogy táncdal énekesnek nevezett akárki, akik nem is énekelnek élőben, még koncerteken sem. Hát sajnos nem is akarok erre kitérni, mert ilyenkor csak felhúzom magam. Igen, szóval teljesen más az érzésvilág, ha az ember élőben énekel. Persze vannak kényszerítő körülmények, előfordul ilyen, de akkor is igyekszem úgy rögtönbe potolni és élőben énekelni. Az úrán elszakcsinakatos béha. Some fools like to get away, take a holiday from a rainbow. I can't give you anything.
Annyit hagyd mondjunk el, hiszen mindig vannak újabb és újabb generációk, akik talán nem ismerik Spéter Erzsébetet. Egy nagyon kedves, külhonból ismét Magyarországra visszatért hölgy, aki alapítványt hozott létre, és magát az Erzsébet díjat. És nagyon sok magyar művész kapta meg az Erzsébet díjat. Ez már szinte egy ismert tévéműsor lett éveken keresztül, egészen addig, amíg beteg nem lett, és akkor itt jön a te történeted, hogy meg is látogattad őt. Igen, meglátogattam többször, és hát rendkívül hálás voltam a sorsnak, hogy megismerhettem, mert végtelenül bölcs és okos asszony volt, még így ágyban fekvő betegként is árad belőle a bölcsesség, és arra gondoltam, így ahogy telt múlt az idő, hogy mi lenne, hogyha egy Erzsébet díjazottak gálája lenne egy gála formájában az ő tiszteletére, amíg ő él, hogy a nagyművészek meg tudják köszönni azt, hogy mennyit segített. És hát sikerült létrehozni, ami 2007. július 1-én volt, és nagyon-nagyon sok kiváló híres Kossuth díjas művészek is elfogadták a meghívást, és örömmel jöttek. A megsegítésével kapcsolatban szeretném mondani, hogy különösképpen nem kellett őt segíteni, abban kellett segíteni, hogy mentem hozzá, és a személyemmel ott voltam, nagyon kevesen látogatták, egyébként mondjuk ő nem is engedett nagyon sok embert magához közel, de akiket szeretett volna, azért elég fukar módon bántak az idővel, nem mentek hozzá annyit, amennyit ő szeretett volna, és ezért is gondoltam én, hogy hát ha ez örömet okoz, és ő nagyon örült ennek. Nagyon örült, és azt mondta, sőt, mivel hogy ő is nagyon jó szívű volt, azt mondta, hogy Zsóka, csináld meg, ez nagyon nehéz lesz, de ezzel meg fogod látni, hogy hát be fogod vonzani a jót, és hogy mennyire örülni fogsz, hogyha ezt sikerül majd megcsinálni. És hát sikerült. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sikeres volt. Sóta Irén, nem tudom, ha mondanál egy pár. Sóta Irén, Bodrogi Gyula, Halász Judit, Almási Éva,
Szakcsillagatos Béla volt, aki kísért, bár ő nem volt Erzsébet díjazott. Nem akarok kihagyni, nagyon sokan elfogadták a meghívást, és jöttek, és boldogan szerepeltek. Koltai Róbert, Cenzel Endre is ott volt, és feljött a színpadra. Kesztyűs Ferenc is ott volt, és egy képet is csinált a Péter Erzsébetről. Most hirtelen tényleg nem jut eszembe, de nagyon sokan voltak. Persze, hát nem is kívánjuk, hogy egy teljes névsorolvasás legyen ebből. És nagyon te magad is felléptél, azt hiszem, hogy az egyik nagyon sikeres fellépés volt. Igen, igen. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense, a pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never find anyone who fulfills. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fell, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what, how they take from me, they can't take away. You to lonely place, finding you're a stranger.
És amikor a gála véget ért, későbbiek során találkoztam egy újságíró hölgyel, és ő említette, hogy nagyon-nagyon színvonalas volt a gála, és hogy nekem külön szeretne gratulálni, mert hogy nekem duendém van. A mai napig nem tudom még 100%-osan, de te, mint színésznő. Megmondanád, hogy mi az a duende? Uh-huh. Az egy olyan dolog, amiért minden művész oda van, hogyha valaki bejön a színpadra, egyszer csak tele van vele a színpad, mondjuk azt, hogy a művészi kisugárzás. Igen. És valószínű, hogy úgy föl voltál dobódva, hogy ez meg sokszorozódott azon a fellépéseden. Köszönöm, igen, ez így van. Igen, ez így van. És ha már a fellépéseknél tartunk, mik várhatók még ebben az év végi rövid időszakban? Hát sajnos, mint tudod, ez az év vége, ez, meg egyáltalán ez a hónap úgy, ahogy van, elmegy arra, hogy várjuk, hogy mikor lesz vége ennek a vírusnak, mikor lesz vége ennek a nagy várakozásnak, hogy végre élhetjük úgy az életünket, ahogy idáig éltük. Remélem, hogy hamarosan lesz. Szeretnék szervezni jövőre egy lemezbemutató koncertet, amin a jazz dominál majd, és azt a lemezt egy élő változatban jazzzenészekkel szeretném bemutatni a közönségnek, lemezbemutató formájában, és természetesen lesznek vendégeim is. Úgyhogy remélem, hogy egy nagyon jó kis koncert lesz. Kapjunk időbe hírt róla. Igen, igen, azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy mikor, mert nem tudunk tervezni. Az a baj, hogy közbeszól mindig az élet. Hát reméljük, hogy azért tavaszra már csak elmúlik ez a nagyon erős járványveszély. És akkor egy picit még magadról. Látom, most is egy nagyon elegáns ruha van rajtad. Hogy válsz a ruhákkal? Hát nagyon szeretek egyébként sportosan öltözködni, meg kell, hogy mondjam, mert kényelmesebb, autózom, és ugye abba az ember elegánsan öltözködik, akkor nem annyira kényelmes, de hát szeretem a szép ruhát, a szép cipőt, gondolom minden nő így van vele, és szereti az ember ünneplőbe tenni magát, hogyha egy olyan helyre megy, akkor megtisztelem a közönséget, vagy azokat, akik előtt megjelenek, próbálom magam úgy rossz szóra tálalni, hogy az harmonikus és rendben legyen. Hogy... Tálalás. Szoktál főzni? Szoktam, igen. Szoktam. Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy édesanyád még él. Neki vannak kedvenc ételei? Édesanyámnak rengeteg kedvenc étele van, de általában mindig a rántott halat kéri, a rántott húst kéri, és mindig kitalál valamit, aztán megfőzöm, anyu, ugye, tudod, és aztán mindig azt mondja, hogy hát ennyit ne adjál nekem, gyerekem, hát én nem bírok ennyit enni. De nagyon-nagyon borzasztó, hogy gondolom kell arra mindig, hogy mit főzök másnap. Nagyon nehéz. A háziasszonyokat nagyon megértem. Hát minden napra kitalálni valami újdonságot, az bizony nehéz. Két éve élek édesanyámmal, mert nagyon beteg volt, és azóta vele élek, úgyhogy azóta rendszeres ez a főzés nekem. Azelőtt nem főztem minden nap, úgyhogy csak nekem ez nagyon... Hát, főztem azért, de igen, amerre mentem, mindig beugrottam, és valahol ettem. Ez most nagyon komoly kihívás, hogy mindig főznöm kell, és nem tudom, hogy mit, és hogy finom-e. De anyukám mindig dicséri. Úgyhogy főzök, és te szoktál? Én is szoktam főzni, én szeretek alkotni, én abban pont a kreativitást szeretem, de megtehetem azt, hogy nem kell minden nap. Ez nagyon jó, az nagyon jó. Egyébként én azt mondom, hogy nyugodtan egy olyan ételt megfőzünk, el lehet tenni akár két napra és három napra, és beérik, jobb lesz tőle, persze nem mindegyik, de nálunk se tart el két napig, három napig, mindig újat főzök. És persze kíváncsi vagyok, hogy Zsóka, hogy szereti az ünnepeket? Nagyon szeretem az ünnepeket, és szeretném is megtartani, bár egyre azt veszem észre, hogy az emberek egyre kevésbé hajlamosak az ünnepek megtartására, de reméljük, hogy ez vissza fog jönni. És hadd ragadja meg az alkalmat, kedves Glória, kis csekélység fogad szeretettel karácsony alkalmával. Hát de aranyos vagy, köszönöm egy szépen. Egy kis édesség, hogy, ajaj, hogy a fogyók ura, de pontosan, olyan karcsú vagy. De imádjuk a csokoládét. Fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Innen is üdvözöljük az édesanyádat, és várunk vissza majd a koncert szervezések. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy visszajövök, és köszönöm szépen a meghívást!
tettem egy fát a csúcsa, lassan már az égig ér. Megírtam egy dalt, mit felkap, hét határra hord a szél. Neked írtam ezt a dalt, és érted, ültettem a fát. Szerelmem bennük él tovább. Várni rá, nézni rá, napról napra nagyobb boldogság. Senki másért nem az nálad téged ér. Évek óta csak miattad élek én. Akkor is, ha sose voltál még enyém, senki másért nem ad nálam téged én. Megtaláltam végre benned, én a szívem otthonát. Sose próbálj engem elkergetni, nem megyek tovább. Amit eddig tőled kaptam, minden kincsnél többet ér. Kell, hogy mindig mellettem legyél. Várni rá, nagyobb boldogság. Senki másért nem ad nálad téged ér. Évek óta csak miattad élek én. Akkor is, ha sose voltál még enyém, senki másért nem ad nálad téged. Kedves nézőink! Új utak az egészség megőrzésben, ilyenkor mindig új dolgokról beszélünk, de azért mindig ismételnünk is kell, hogy egyértelmű legyen, pláne akkor, amikor annyi minden nehezedik ránk. Járványhelyzet, rengeteg stressz helyzet, és igazán lenne időnk otthon magunkkal törődni, és én azt látom, hogy az emberek inkább csak hergelik magukat. Hogy vajon ezen a helyzeten hogy lehet segíteni, hogy inkább vidáman álljunk a vírus elébe, hát ebben fog nekünk segíteni dr. Simon László, egyetemi docens, vízkutató, akitől már eddig is számos segítséget kaptunk. Hát kedves László, mit tudunk csinálni? Miért érezzük azt, hogy most valahogy rosszabb? Én azt gondolom, hogy nem mindenki érzi így. Van, aki esetleg azt mondja, hogy hát most ez egy lehetőség. Ó, na ezt szeretnénk hallani, figyelik? De lehetőség arra is, hogy foglalkozunk egy kicsit a lényeggel, mert hát erre vigyázz, arra vigyázz, azt tarts be, ez is egy lehetőség, ez is egy variáció, de ahhoz, hogy mi igazán elkerüljük a vírust, és a vírus hozzánk se tudjon szólni, ahhoz arra volna szükség, hogy az immunrendszerünket felemeljük. Egy virológus professzor mondta nem is olyan régen, hogy hát ez a vírus előbb-utóbb minden embert megtalál, olyan 50% az... talán észre se veszi. Ebből 25%... De keresztül megy rajta? Keresztül megy rajta, és ő észre se veszi.
lesz egy 25%, ami esetleg beteg lesz, és megint lesz egy olyan 25%, amelyik nagyon beteg lesz, és azokból valószínű, hogy többen is meg is halnak. De nyilvánvaló most már a mai eredményekből, hogy nem azért halnak meg, mert ott van a vírus, hanem azért, mert egyébként is elég sok problémájuk van, esetleg kronikus betegségeik vannak. Tehát egy legyengült szervezet. Egy legyengült szervezet, vagyis gyenge az immunrendszer. Tehát arra volna szükség, hogy az immunrendszert azt hozzuk rendbe. És akkor a vírus, egyébként bioelektronikailag is meg tudom ezt magyarázni, akkor a vírus egyszerűen nem tud megtelepedni a szervezetünkbe, hanem elpusztul. És nem tud szaporodni. Tehát erről fogunk majd a biológiai környezetről beszélni, mert ez a lényeg szerintem az ember vonatkozásában. Hát gondolom, hogy nagyon fontos lehet, hiszen aki fél, az csak félig él, és félni tulajdonképpen a szervezetünkkel érzékeljük, hogy félünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne féljünk, mert nincs mire félnünk. Sőt, hát ma a legújabb kutatások azt mondják, hogy naponta olyan 154 stressz helyzet ér bennünket, általában minden nap. És ez a stressz, ez létrehoz egy immunrendszer gyengülést. Létrehoz egy olyan problémát, hogy egyre a stressz az gyakorlatilag szabad gyököket hoz létre a szervezetbe. És a szabad gyökök meg létrehozzák a problémát, a betegséget. Tehát megtámadják az immunrendszert gyakorlatilag. Most azért úgy félig kezdjük érteni, de mivel a címünkben az áll, hogy a biológiai terep és az immunrendszer, azért magyarázzuk meg a fogalmakat is. Azzal kezdem, hogy ha veszünk egy szép virágot, egy cserepes virágot, akkor hát gondolom, hogy amikor hazavisszük, akkor mi azért visszük haza, hogy sokáig szeretnénk csodálni vagy nézegetni, pláne, hogyha szép virágokat hoz nekünk a lakásba. Hát mit kell adnunk annak a növénynek, hogy sokáig éljen? Hát tápanyagot, vizet, sok vizet, fényt. Igen. De a biológiai terep szempontjából, tehát növény szempontjából két nagyon fontos dolog van, a tápanyag és a víz. Uh-huh. Na most az ember szempontjából is, hogyha a sejtek szempontjából nézzük ezt az egészet, akkor két nagyon fontos dolog van a vérünkkel kapcsolatosan, hogy amikor a sejthöz odaér, hogy azt táplálja, takarítsa, meg adjon neki vizet is természetesen. Tehát... ugyanazt mondhatnám, mint a növénynél, hogy a biológiai terep szempontjából nagyon fontos a tápanyag és a víz. Na most én azt gondolom, hogy a víz az elsődleges nagyon sokféle szempontból, mert szintén a legújabb koreai kutatások mondják, hogy időskori elhalálozás 50%-ban a struktúrált víz elvesztése a szervezetből. Hát ez nagyon érdekes. Biztos, hogy senki nem erre gondolna. Nem, pedig csak gondoljunk bele, hogy bekerül a beteg, vagy aki rosszul érzi magát a kórházba, ott általában ilyen édes teákat kap. Amit iszik is, meg nem iszik, mert úgy nem esik jó egyébként. Hát meg nem is mindenki szereti a teát. Na, meg nem is iszik eleget szerintem. És nem is iszik eleget. Tehát kevés víz, rossz víz, és az eredmény az, hogy a szervezetéből egyre kevésbé tudnak a sejtek normális működést produkálni, mert nincs víz. De nyilván a tápanyag is nagyon fontos, de én most elsősorban a vízre hegyezném ki, meg a biológiai terepre, mert a biológiai terepnél nem is ismerik, hogy mennyire fontos az elektron töltöttség. Hát biztos, hogy nem ismerjük. Tehát azt nagyon kevesen tudják, hogy azt ismerjük már valamennyire, hogy szabadgyök meg antioxidáns viszony. Azért nem árt egy fél mondattal mindegyikre utalni. Igen, hát gyakorlatilag, ugye már beszéltünk arról, hogy a stressz termeli a szabadgyököt. Igen. Meg a különböző problémák, meg a rossz táplálékok esetleg. De a szabadgyök az egy olyan molekula általában, aminek elektron hiánya van. És rabol a DNS-ből, tehát tönkreteszi a DNS-t, tönkreteszi a sejtfalat, a tápanyagokat tönkreteszi, tehát elektront rabol. Ezért nagyon szükségünk van antioxidánsokra. Na most az a fontos, hogy a szervezetünkben az antioxidáns töltöttség az megfelelő legyen. Uh-huh. Tehát ezt mondom én elektron töltöttségnek, mert ez antioxidáns viszony. Tehát az elektron töltöttség az azt jelenti, hogy
antioxidánsokkal vagyunk feltöltve. Igen, igen. Hát gyakorlatilag, amikor ezt a hidrogénes vizet megnézzük, akkor a hidrogén a legkisebb antioxidáns. Maga a hidrogén elem. Hát könnyen leadja az elektronját, és ráadásul, amikor a hidrogén leadja az elektronját, akkor vízzé válik, elég az oxigénnel, nagyon egyszerű. Amikor, H2O, ezt biztos, hogy mindenki tudja. Amikor pedig mondjuk a C-vitamin leadja az elektronját, akkor ő is gyakorlatilag szabadgyökké válik. Tehát ez a különbség a kettő között. Tehát a hidrogén eltöltött víz, az fantasztikusan tudja javítani az immunrendszert. Akkor egy pici ismétlés, mert ha emlékeznek, akkor ez az általános képlet, amire mindenki bólogat, hogy ismeri, megváltozik, mert nem H2O lesz, hanem... H3O, igen. És az jelenti magát a szabad gyököt? Nem, illetve az antioxidánst. Csak tanulunk itt szépen lassan, tehát ez a bizonyos szabad antioxidáns, ez a harmadik hidrogén. Igen, és gyakorlatilag az bárhol hasznosulhat a szervezetbe energiaként, hisz a sejtek azok hidrogént égetnek el, abból van energiájuk. A hidrogén a sejtek üzemanyaga, tehát vagy úgy használja fel a szervezet, vagy mint elektront antioxidánsként felhasználja, tehát nagyon sok lehetősége van a szervezetnek. Mert egyébként a szervezetbe a hidrogén hogy juthat be, csak a vízzel? Nem, hát gyakorlatilag amikor nyers táplálékot eszünk, akkor nagyon elektrontöltött táplálékot eszünk. Tehát akkor érdemes nyerset táplálkozni, meg olyan vizet inni, amiben sok a hidrogén. Hogyne. De hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor a levegőből is nagyon sok negatív iont szívhatunk be a tüdőnkön keresztül, és az is épp úgy hasznosul. De hát manapság már nincs arra lehetőségünk, hogy minden nap sétáljunk legalább egy órát az erdőbe, vagy a tengerparton, vagy a Balatonparton. Hát ott azért szerettünk ott lenni, mert ott jó a víz. Uh-huh. A víz közelébe lenni, ott egészen más a levegő, más a rezgés. Hát most viszont pontosan abban a helyzetben vagyunk, hogy kevesebbet mehetünk bárhova is, tehát otthon, lakáson belül kell megoldjuk mindazt, amire a szervezetnek szüksége van. Igen, tehát én mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy gondolja át, hogy mivel tudja erősíteni az immunrendszerét. Tehát mindenképpen javaslok táplálék kiegészítőket, amiket keressen. Nézze meg, hogy mit érdemes, mi jó neki, mert nem mindegyik táplálék kiegészítő jó mindenkinek, de víz szempontjából a tiszta, egészséges víz, vagy azt mondom, hogy éltető vízre mindenkinek szüksége van. Hát ez biztos, úgyhogy segítsünk abban, hogy hogyan tud éltető vizet inni valaki. Éltető vizet mindenki úgy tud, hogy a városi vizet megtisztítja, kiszűri belőle a fölösleges ásványokat, vegyszereket, hormonokat, vegyi szennyeződéseket, műanyagokat, mikroműanyagokat. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy azt a vizet, amit megiszunk, az ne bántson bennünket. Tehát ez a legelső. Utána, amikor ez megtörtént, akkor betesszük egy ilyen gépbe, egy ilyen kis masinába, bármelyik nagyon jó. Egyébként mind a kettő gyógyászati segédeszköz, pont azért, mert tudományosan igazolták már, hogy mennyire jó hatása van a szervezetünkre nézve. Én mindig nagyon örülök, ha olyasmit tudunk önöknek megmutatni, ami valóban ellenőrzött, sőt, ha valamit gyógyászati segédeszközé nyilvánítanak, abban már nyugodtan bízhatunk, hiszen azt nagyon sokan ellenőrizték, és igazolt a hatása. Természetesen. De ha már itt tartunk, akkor a kedves nézők, ez az én poharam, mert ezt még használni fogjuk, két dolgot is látunk itt. Miért van egymás mellett? Ez egy családi készülék, 1,8 litert állít elő egyszerre, és nagyon magas ORP szinttel, ez pedig egy magunkkal vihető kis berendezés, amit elvihetünk bárhová magunkkal, és bármikor, csak megnyomjuk, és már dolgozik. Na, épp azt akartam mondani, hogy ez bezeg milyen szép színes, de akkor ezek szerint mind a kettő. De ez olyan kis picike, ebben mennyi víz van? 3 deci. 3 deci, de az pontosan egy pohár víz, amit egy... legalábbis kétszerre, de inkább egyszerre ígyunk. Hát egyszerre meg tudunk inni. Egyszerre meg tudunk inni. Erre azért van szükség, mert amikor csináljuk az elektrolízist ezekbe a berendezésekbe, akkor ez a H3O, ez rendkívül instabil. Tehát ez egy ilyen 5 óra, 6 óra alatt teljesen kirepül a vízből, mert ez csak éppen, hogy hozzá kötődik a vízmolekulához ez a szabad hidrogén.
Tehát gyorsan kell hasznosítanunk, elvileg meg kell inni minél hamarabb. A családinál az a jó, hogy kitölthetünk akár 4 embernek is egy-egy igen. nagy pohár vizet, ennél pedig bármikor gondolom újra tölthető, nincs időhöz kötve, mindig funkcionál, hogy nem? Nagyon aranyos, hát ez még így sebbe is elfér, de egy női táskába, egy diplomata táskába bőségesen el tudjuk helyezni. Na most itt beszélgetünk mindezekről, és van nekünk egy olyanunk, hogy betegségképlet. Sok stressz, több szabadgyök, gyenge immunrendszer betegség. Igen, gyakorlatilag a vírusok, azok csak megfelelő táptalajba tudnak szaporodni. Tehát, hogyha legyengítem a szervezetemben lévő védekező... Nem is védek, inkább azt mondom, a terepet. A biológiai terepet lerontom, tehát csökkentem a elektron szintet a szervezetemben, a vérben, akkor gyakorlatilag egy olyan állapotba jut, ahol a gombák, a baktériumok és a vírusok könnyen tudnak szaporodni. Hogyha megemelem az elektron nyomást, vagy mindegy, hogy most minek nevezzük, az antioxidáns szintet, inkább így mondom, mert ez érthetőbb mindenki igen. számára a szervezetemben, akkor viszont olyan terepet hozok létre, olyan biológiai terepet hozok létre, ahol a vírusok nem tudnak szaporodni. Tehát ezért mondta a virológus professzor, hogy ilyenkor nyugodtan megijáltam én a Covidot is egy pohár vízbe, rám nem lesz hatással. Tehát az a fontos, hogy a biológiai terep, azaz jó az magunk, a testünk, igen, a vérünk, az olyan szinten legyen, hogy képes legyen ellenállni, megölni, kinyírni, elnyúvasztani a Covid vírust. Ez így lenne van. A lényege. Na most ezt gondolom, hogy olyan, hogy ez sem elég, hogy mit tudom én naponta egyszer, na most aztán jó, teleittam magam, hanem azért ezt be kell látni, hogy rendszeresen kell inni egy ilyen... Praktikus folyamatosan inni természetesen, úgy naponta legalább 3-4 pohárral, az az ajánlott mennyiség, de hogyha valaki csak ezt tiszta, semmi problémája nem lesz. Tehát tőle. Nyugodtan átcserélhetjük a mindennapi vizünket. Igen, csak egy javaslatunk van, hogy igen. aki elkezdi, az azért óvatosan kezdje el, mert ez a víz, ez rögtön méregtelenítés. Ja, hogy esetleg nagyon nagy hatással van? Rögtön hatással van a szervezetünkre, tehát ez fölold, és gyakorlatilag azt a sok szennyeződést, amit fölold, azt valahogy ki kellene vezetni. Tehát még több vizet kell inni. Igen, de inkább azt javasoljuk, hogy fokozatosan szokjunk hozzá. Tehát a jóhoz is érdemes hozzászoktatni a szervezetünk. Tehát első nap csak egy pohárral, második nap már kettő-három. Már kettő-hárommal már az első nap is lehet, de azt nem javaslom senkinek, hogy az első nap rögtön 2 litert igyon. Jó, igyekszünk megfogadni. Na most nekünk van egy olyan kérdésünk, hogy ugye egyre nehezebb ma már kimozdulni, hogy létezik-e olyan, hogy például interneten megtekinteni valamit, utána olvasni a szabadgyököknek, vagy bárminek, hiszen most már megkóstolni is egyre nehezebb lesz, bár most még nyitva vannak az üzletek. Igen, most még mi is nyitva vagyunk, és ha valaki szeretné megkóstolni, akkor a Váci út 108-ba szíves. Tehát még van kóstolás. Még van kóstolás, mert az a biztos, amikor én megkóstolom, és akkor, amikor megkóstolják, akkor úgy érzek, hogy ez nagyon könnyű víz, úgy itatja magát. Tehát abból tudom lemérni, hogy megiszom, és utána még szomjas maradok. Nagyon érdekes, mert úgy kívánja a szervezetem ezt a vizet. El tudom képzelni, ahogy valaki megissza ott ebben a bemutató teremben a vizet, és akkor settenkedik, és gyorsan még egy pohárral megiszik. Volt egy svéd vendégem, nem is olyan rég, és kérsz vizet, azt mondja nem, de mondom, ez hidrogénes víz. Akkor hozz egy pohárral, megittam, 2 perc múlva, nem hoznál még egyet? Utána azt is megittam. És még harmadszor is rögtön kért, tehát egymás után rögtön megivott, amit egyébként nem akart inni, de amikor ezt megitta, akkor rögtön 3 pohárral ivott belőle. Tehát még segít abban is, hogy legyen kedvünk. Hogyne, ezt megisszuk, és mondom, úgy érzi a szervezet, mondja, hogy ez kell még lesz, nem bizonyosan kibe tudatosul, de akkor is erre szükség van. De mondjuk interneten is rá lehet keresni, meg hát látom én itt, hogy nagyon szép. A hosszú élet kódja, hát ez micsoda gyönyörű mondat, és ez maga, ez a hidrogéndús ez a valóság víz. Egyébként. Tehát a bemutató teremben önök hozzájuthatnak mindenféle hasznos, értékes olvasmányokhoz,
Illetve hát gondolom, hogy interneten is, ha beírják azt, hogy hidrogéndús víz, akkor azért csak lehet tánna járkálni. Hát a tisztavíz-üzletház.hu oldalon nagyon sok információt találnak a hidrogénes vízről. Sőt, most az immunerősítést is, annak a 10 pontját is ki fogjuk tenni folyamatosan, mert az csak meghívásos alapon működött eddig, de most ki fogjuk tenni karácsony előtt, karácsonyi ajándékként. Tehát akkor ezek szerint tanítotok is az interneten keresztül? Hogyne, készítettünk egy egészségprogramot, hogy hogyan tudom én az immunrendszert rendesen rendbe tenni, mert ahhoz azért nagyon sok szegmense van. Ugye elmondom azért pár szóval, mindenképpen nagyon fontos a táplálék, a víz, nagyon fontos, hogy megfelelő időben feküdjünk le és aludjunk, nagyon fontos a mozgás, nagyon fontos azt, hogy találjunk olyan lehetőséget, ahol esetleg meditálunk, vagy lecsendesedünk, vagy kiépünk egy kicsit a napi ebből a hajtásból, amit mindnyájan csinálunk. Tehát ezek olyan szegmensek, amit érdemes az embernek átgondolni, és egy kicsit az életébe bevezetnie. Bevezeti, sokkal jobb lesz. Kedves nézőink, én mindig azt mondom, hogy a karácsony az legyen ünnep, és ha már ajándékozunk, akkor olyat, amit akinek adunk, az tényleg örül és hasznosítani tud. Mondhatjuk azt, hogy például ez egy kiváló karácsonyi ajándék. Ez egy abszolút karácsonyi ajándék. És itten bugyog már, úgyhogy szerintem zárásképpen, én nem várok karácsonyig, önök se, hanem muszáj, megkóstoljuk ezt a vizet, önöknek is, ahogy elmondtuk, van lehetőségük megkóstolni, és igyekszünk minél többet inni, úgy is azt mondják, hogy ígyunk, hát akkor már ígyunk minőségi, éltető vizet, hiszen azt mondtuk, hogy ez tényleg az, úgyhogy kedves ez László. Ez egy ajándék. Ez aztán egy ajándék. Ez is aranyos, nem? Mit ajándékozol nekem? Vizet, drágám. Egészségünkre. Egyébként ebbe a pohárba, japán mérések szerint olyan 50 almának az antioxidánsa van benne. Ebbe az egy pohárba. Akkor 50 almát ürítek az önök egészségére. Kedves egészségükre. Egészségünkre. Kedves nézőink, igen, megint itt vagyunk Éliás Tibor természetgyógyásszal, és hát időről időre szoktunk kérdésekre válaszolni. Van, hogy az e-mailen érkeznek sokan, aminek én nagyon örülök, hogy sokan levélben is írnak, és így legalább megmarad nekem a levélnek az a része is, amikor dicsérik a műsort, és azt mind-mind elteszem emlékbe. Meg olyan jól is esik elolvasni. Most viszont a telefonon érkezett kérdésekből válogattunk, ami talán mindannyiuk számára hasznos lehet. Tibor, örülök, hogy itt vagy. Én köszönöm, hogy itt lehetek. És akkor kezdjük mindjárt. Az egyik kérdés, hát nagyon sok szólt a járvánnyal kapcsolatban, tulajdonképpen főleg olyanokat is választottunk ki, illetve az Artemisin, nel kapcsolatban. Kezdjük azzal, hogy kell-e az artemízia szedése közben szüneteket tartani? Hát ez egy fogós kérdés. Tulajdonképpen igen, de valójában, ha nincs nagy probléma, akkor nem. Minek? Tehát úgy esszük, mintha egy almát hát eszünk. És... Bármikor. Bár ez nem egy élvezeti cikk, mert ugye nagyon keserű az anyaga is. Vannak cseppek, amiket egyszerűen jelzik vissza nekem az emberek, hogy csináljak valamit, mert ezt nem lehet még cseppenként feloldva se elfogyasztani. Én mindig a maga naturális valójában szeretem adni az anyagokat. Ezért kapszulázol? Igen, meg a teja, meg azok a, mit mondjak, almát, körtét sem, a koncentrátumot isszuk, bárha pálinkát veszük, akkor az az. Csak és az még egy kicsit, dezinficiál. Dezinficiál, igen. De most ebben az esetben, hát ugye Kínában, ahonnan hoztam az első magokat, és nagyon büszke vagyok, hogy itt önök előtt beszéltünk először talán Magyarországon. Én emlékszem, amikor épp hazajöttél, igen, és kezdted el mesélni, hogy milyen élményei voltak Kínában. És hát akkor én úgy fel voltam dúlva, hogy nem beszélhetek róla. Emlékeznek, hogy sokáig úgy nem beszéltem róla, hogy nem mondtam nevét. Ki a nevét. És hát most örülök, hogy egyre nyíltabban lehet róla beszélni,
Bár őszintén megmondom, hogy én most írtam egy olyan 8 oldalas tanulmányt, amit orvos és természetgyógyász vagy egy laikus is megért, mert nagyon-nagyon sokat tud ez a növény. Évszázadokon keresztül azt hitték, hogy csak a maláriára 100%-os megoldás, hiszen a malária láz az emberek 10 millióit vitte el az elmúlt századokban. Bár már úgy értem, hogy aki nem kapott Artemisiát, az meghalt. Ez egyértelmű volt. És 20 évvel ezelőtt kezdték kutatni, hogy hát ha ez ennyire jó, akkor egyre több daganatos beteg volt a Földön, és hát nézzük meg, hát ha erre is jó. És hát örömmel mondom, kedves barátaim, hogy gyakorlatilag olyan biztatásokat kaptam, hogy a visszajelzések 100%-osan igazolják azt, hogy ez igaz. Tehát nagyon sokféle típus, természetesen itt is van rangsor, ugye tudjuk, hogy mely daganatok a leggyakoribbak, tehát onnan vannak elsősorban eredmények, de itt a merráktól a prostata daganaton keresztül gyakorlatilag az emésztőrendszeri daganatok száma drasztikusan emelkedik, és ebbe az emberek ludasak, mert nem csak a rossz minőségi élelmiszer miatt, hanem a rossz minőségi életvitel miatt is alakulnak ki. Egyébként is tudni kell, hogy a daganat az a pszichoszomatikus betegségek tipikus esete. Tehát a lélek, a rossz gondolatok, az idegesség, nagyon sok az idegesség. De hát, hogy visszaválaszoljuk az eredendő kérdésre, azok, akik megelőzésre használják, például a vírusos problémák kiküszöbölésére, vagy egyéb... De nagyon érdekes, hogy hathat az influenzára is, igen, mert igen. Azóta a számból egyszerűen... vetted ki a szót, mert vírusos betegségek, és akartam mondani... Visszaadom. Nem, köszönöm. Nem csak a Covid-ra, hanem magára az influenzára is. Tehát olyan turbósítást végez a szervezetbe, hogy ezeket a nagyon ritkán előforduló problémákat is, régi parasz szóval azt mondom, hogy feltángálja a szervezetet, és nem engedi, hogy ledöntse bizonyos vírusok. Szinte ehhez kapcsolódik a következő kérdés is, hogy a jó vagy rossz emésztésünk befolyásolja-e a járvánnyal szembeni ellenálló képességünket? Egyértelműen igen. Az egész életvitelünket befolyásolja az emésztés milyensége. Tehát én se vagyok angyal, kedveseim, én is bekapom az ételt, hogyha nincs időm, de ha lehet, akkor azért az a bizonyos hányszor rágjuk meg a falatételt, és hogyan nyeljük nem kapkodva, és nem nézünk közben tévét, nem olvasunk újságot, könyvet, mert az agyban az emésztőközpont és a vizuális központ egymás mellett van. És tehát étkezéskor az emésztésre kell oda koncentrálnunk, hogy azt, amit megeszünk, azt jó ízzel, jó kedvel és örömmel fogyasszuk, mert higgyék el, hogy egészen másképpen dolgozódik fel a szervezetben az étel, ha jó kedven eszünk. Csak egyetlen példa, ugye hallottak már a boldog csirkékről, meg a boldog disznókról. Tehát igenis, hogy bizonyított tény, hogy azok a csirkék, akiket szeretnek, akik kukoricán élnek, szabadon kóricálhatnak. A gazda beszél hozzájuk. Így van, hogy pipikéj, megjöttetek, stb. Hát próbálja meg egy kutyát úgy tartani, mint a bezárt csirkéket, meg egyéb állatokat. Hát a kutya meg is harapná a gazdáját, hogyha így viselkedne hozzá. A csirke lepcse megcsípi egy kicsit, hogy figyelj már rám, gazdikám, de a húsával, a minőségi tojással és a minőségi felszívódó élelmiszerrel, na látják, ez hiányzik ma az emberek szervezetéből. A kisgazda, a paraszt élelmiszer, a zöld növények, a növényeknek is lelkük van. Én állítom maguknak, hogy amikor én kimegyek a tanyára, hát én a Bennyországban érzem magam, és simogatom, hát hülye vagyok, komolyan mondom. Hát nem vitatkozom. De mit csináljak? Hát a Földön mindenki élni akar, és aki élni akar, az szeretni akar.
meg viszont szeretni, és tudják a növények és az állatok is viszont szeretik azokat, akik szeretik őket, és így az élelmiszer feldolgozás is. Az előbb kérdezte, hogy az Anuánál kell-e szünetet hagyni. Hát az Anua alig várta, hogy kifejthesse azt a tulajdonságát, amit most egyre többen vesznek észre és használnak. És én biztatok mindenkit, hogy akár hiszik, akár nem, rengeteg ember, művészek, ismert emberek, vagy egyszerű nyugdíjasok köszönet sokaságát. Na látják, ez nekem az én fizetségem. Mert ezért érdemes élni, ezért érdemes csinálni, hogy jót tegyünk a másikkal. Hiszen nagyon sok munka van benne, de így a fizetség megéri. Tehát akkor azért egy kicsit leegyszerűsítve a kérdést, ha rendbe hozom az emésztésemet, kevésbé leszek kitéve, igen, igen. Mondjuk egy vírussal szemben, igen, igen. Tudnék, bajnak. Tudnék, tényleg a rágástól kezdve az élvezéséig az ételnek, hogy a jót vegyem észre, hogy amikor lenyelem, akkor tudom, hogy az a szervezetemben miket fog csinálni. Nem kell ehhez tudósnak lenni, csak egyszerűen azt kell mondani, hogy na hát ez jót tesz majd az egészségemnek. És nem kapkodva, és megbecsülve, hát nem véletlen régen azt mondták, hogy Isten áldja meg, aki adta, stb. Az asztali ima. Tehát, már akkor fölkészítettük magunkat, hogy most enni fogunk Isten áldásával. Így van, hiszen gondoljunk bele, hogy hány embernek a munkája az eredmény, ami ott van az asztalon, hogy a mezőgazdaságban dolgozók, a feldolgozók, mármint az édesanyja vagy a felesége, aki ezért megdolgozott, hazacipelte, és odafigyelt, hogy magának ez íz legyen. És akkor nem azt kell mondani, hogy hát kösz, hanem édesem. Nagyon finom volt. És hogy legközelebb még finomabbat fog csinálni. Hát így ebből áll az élet, hogy örömet adok, akkor örömet kapok. Nagyon sok kérdés volt a múlt heti adásunkhoz kapcsolódóan. Én nem olvasnám föl egyenként. Kérdés volt, hogy külön van, jól értették nőknek és férfiaknak más, igen, a hatóanyag. Igen. Az a bizonyos dolog, amiről beszéltünk, az csak az inkontinenciára vonatkozik, vagy más egyéb jó hatása nem van. Úgyhogy kérlek, hogy úgy röviden. Igen. Hát abban mind a két nem megegyezik, hogy urológiai, illetve urogenitális létünk van, és hogyha akinek ilyen van, annak torzulások és megbetegedések is előfordulhatnak, sőt, el is fordulnak. Ez megint összefügg a táplálkozásunkkal, az élelmiszerek használatával, és ebben az esetben a folyadékokat is ide számítom, mert nem mindegy, hogy például milyen minőségű az az ital, amit megiszunk, mert az ital jobban befolyásolja az urogenitális részeket, mint az élelmiszer, ugye abban nincs annyi folyadék. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk hideg vizet iszom, vagy túl sok szénsavasat iszom, vagy túl sok alkoholt iszom az élelmiszer elfogyasztása, tehát a táplálék elfogyasztása közben, de az sem mindegy, hogy mennyit. Mert ahhoz, hogy a széklet képződjön, ugye sok minden kell, többek között ugye a epeváladéktól kezdve sok minden, de hát erre most nincs idő, hogy kifejtsem, de a víznek ott ad nagyon nagy szerepe, hogyha nem eleget iszom, akkor a széklet besűrűsödik, és akkor nehéz az ürítés. És ebből aztán jönnek különböző problémák, és jelentkeznek, hogy Tibor, mit csináljak, mert csak egy héten egyszer van. Hát jó hírem van, egy gyógynövényt adok, és rendesen lesz a széklete. Ugye benne volt a kérdésben, hogy vannak-e más jótékony hatásai is az inkontinencián kívül? Természetesen, hát először is az, hogy a vizeletürítés az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az izmok elernyedése, az idősebb korba való áthaladás, ez mindenkinél, kivétel nélkül mindenkinél. A szerencsésebbnek kicsit érezhető, az kevésbé szerencséseknek viszont egész komoly problémákat okoz. Elnézést, hogy ilyet mondok, de van, akinek pelenkába kell élnie. Na most az ilyen eseteket is meg lehetett volna előzni, hogyha nyakon csípjük ott az elején, amikor még csak annyi volt, hogy éjjel egyszer, kétszer, négyszer, ötször ki kell menni. De ezt meg lehet előzni, meg mondjuk lehet egy előzni. Időben elkezdett szedéssel? Hát hogyne, természetesen. Hát olyan jó volna egyszer egy olyan
2 órás előadást tartani, csak erről a témáról, hogy hogyan lehetünk egészséges, boldog, fiatal idősek. Uh-huh. Mert fel kell készülni az időskori problémák kiküszöbölésére. Mert a szervezetünk romlik, hát szóval ezt letagadni nem lehet. Hát hogyne. Én tényleg sokan mondják, hogy 40 éves életvitelű ember vagyok. Igen, igen. És én bevallom őszintén, hát mit titkoljam, hogy 3-4-5 órákat alszom éjszakánként, de látják, tele vagyok energiával. Miért? Mert tudom, hogy a természetből, csak a természetből, miket használok ahhoz, hogy a szervezetem rendben legyen. Miközben volt hátsóvali szívinfarkt, na né. Szóval, hogy a hölgyeknek és az uraknak a húgyúti, vizeleti és genitális részek mellett milyen egyéb hatása van? Hát révén, hogy nagyon erős antioxidánsok vannak benne, így az egész szervezetre is kihat. Tehát az idősödő korban már el kellene kezdeni csak 1 vagy 2 naponta bekapni, és akinek meg ott a problémája, annak akár 2-3. Hát csak tudod, ez úgy van, hogy amíg nem jelentkezik egy probléma, addig nem is akarunk odafigyelni rá. Na de pedig, tudható, hogy fog jönni. Hát igen, ezt szeretnénk akkor hangsúlyozni, hogy ne higgyük azt, hogy minket majd elkerülnek ezek a problémák. És hát ha ezt a kört befejezve, múltkor is említettem, most is említem, barátaim, nagyon fontos lenne, hogy a hölgyek, hölgyek, a férfiak, férfiak maradjanak. És ennek is megvan a módszere, nem az alkalmi pirulákról beszélek, aminek, mint tudjuk, nagyon sok mellékhatása van, tudnék mesélni, hanem, és sokszor még rontanak rajta, hanem a természetes megoldás. És ez már átmegy egy másik utcába, hát a szexuálterápiába, ami nem tanítják az embereket szeretni. Pedig higgyék el, hogy úgy vagyunk megkonstruálva, hogy az első éréstől kezdve a halálunk órájáig szinte képesek lennénk örömet adni, és a hölgyeknek befogadni. És így lenne szép az élet, és így lenne hosszú az élet. Abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja, hogy te figyelj, ebben a korban már, milyen korban, miről beszélünk? Hát akkor beszélgetni se beszélünk ebben a korban. Ez egy jelzés a szervezetnek, hogy aha, feladtad. Hogy már becsukodni akarsz. Hogy el akarod hagyni azokat a dolgokat, ami eddig szép volt az életedben. Ne tegyék, könyörgöm, gyönyörű virágok vannak, gyönyörű idő van. Ha rossz idő van is, szerelmesen jóvá válik az az idő. Tessék szeretni, hűen fogni a párjának a kezét, és nem elengedni, mert ez az élet alapja. És nem engedni azt, hogy ezt elengedjék. Higgyék el, vissza lehet hozni, segítünk. Hát sajnos mindig olyan hamar elszalad az idő, de talán hasznos volt most, hiszen önök kérdezték, és Tibor válaszolt. Megpróbáltam. Tibor, még mindig lehet hozzád fordulni, tehát ugyan advent idejét éljük már, de te kész vagy még mindig fogadni. Természetesen 23-áig vagyok mindenképpen, sőt telefonon akár máskor is, ha nagyon sürgős, vagy muszáj. De ha már itt tartunk, akkor szeretnénk egy kellemes meglepetést okozni azoknak, akik otthon vannak, és egyébként se lehet most sehova elmenni, és szeretik a Magyar Nótát, illetve az örökzöldeket, kedves művész barátaimmal az én lakásomban összejövünk egy páran, mindig csak 5-6, és kiváló zenész barátaim, Hegedűs Vallér és Fehér Gyula vezetésével. Egy ilyen karácsonyi összünnepet tartunk, egy kis zenebonát, kívánságműsort, ha úgy tetszik, és a Facebookon, az én oldalamon ki lesz írva, hogy milyen dalokból lehet válogatni, és lehet küldeni a szeretteikre karácsonyra vagy évnapra, Ádám Éva lesz, gyönyörű dalokat, amiket többnyire élőben fognak meghallgatni. Hát ez nagyon kellemes, szép karácsony előtti nagy koncert. Tibor, köszönöm szépen, és önöknek is a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat.
A Te a Glóriával című műsort látták, amelyről többet lehet megtudni a weboldalunkon www.teagloriaval.hu, illetve a Facebook oldalunkon a műsor címét írják be a keresőbe, és van a műsornak egy állandó telefonszáma, amelyet reggel 9 után, de este 9-ig lehet hívni, így szól 0620 9 340 330. Hívjanak bátran, kérdezzenek, érdeklődjenek. Látják, nem veszik el a kérdés, minden műsorban találunk rá alkalmat, hogy válaszoljunk rá. Nézzék az ismétléseinket is, hiszen a főadás az mindig szerdán este 20 órakor van. De már csütörtök hajnali 3:30-kor megnézhetik az elsőt, aztán csütörtökön kora délután 1:30-kor van egy ismétlés, majd szombaton 18 órakor és vasárnap reggel 8-kor is megnézhetik, ezzel elbúcsúztatva az adott hetet. Én kérem, hogy vigyázzanak magukra, étkezzenek jól, viselkedjenek jól, tehát mozogjanak otthon is, amennyit csak lehet, hívják a barátokat, a rokonokat, ne érezzék magukat egyedül, és természetesen jövő héten ismét visszajövünk, és akkor is azt fogjuk mondani, hogy egészségükre! A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.